Ladinek Judité Détárenikőjé és Fésűs Nelléjé, vagyis a Díváké volt a főszerep a Zenés Nyári Esték program sorozat legújabb alkalmán, július 30-án. A három színésznő már közel 20 éve dolgozik együtt ebben a produkcióban, amely magában hordozza a múlt század párizsi életének budoár hangulatát, a 30-as évek Amerikájának glamour korszakát és napjaink retro diszkó divatját. Annak idején a Pesti Moulin Rouge-ban dolgoztunk együtt, váltottuk egymást, hiszen mi voltunk a három déva, akkor még volt Moulin Rouge és Moulin Rouge Show, és kivételesen nagyon jól kijöttünk egymással, nagyon jól tudtunk együttműködni, ez mondjuk nem jellemző nagyon ebben a szakmában, pláne ebben a fakban, és egyszer egy megrendelő úgy rendelte meg a műsort, hogy ő szeretné mind a három dívát egyszerre a színpadon látni, és akkor így összedobtunk egy műsort, és tulajdonképpen azóta így. Annyira jól sikerült, hogy el sem engedtük egymást. Együttműködünk, igen. Megpróbálunk minden réteget lefedni és minden igényt kielégíteni, úgyhogy vannak világslágerek, musical dalok, magyar, régi és újabb magyar dalok, úgyhogy tényleg megpróbálunk mindenkinek a kedvére tenni. Este Berettyóújfaluban milyen dalok hangzottak el, hogyan épült fel a műsor? Volt musical, világsláger, magyar sláger, latin zene, amit imádunk, rock szám, Tina Turner-től. És úgy állítottuk össze, arra ügyelünk, hogy dinamikusan kezdjünk, aztán legyen benne egy pici líra, és hogy a végén megint úgy hagyjuk itt a közönséget, hogy jó hangulatban. Cirkusz a pénzért, a pálya ma is megtelt. Plakátok hirdetik a versenyt. Valaki kiszáll, valaki elszáll, valaki a pálya szélén hot dogot és hideg sör kínál. 220 felett észre sem veszed, és elhagyod a valóságot. Magadban a világot. 220 felett senki nincs veled, közelbe kerül a távol. 220 felett több már nem lehet, a kerékbe zárt magányból. Hogyan zajlik a közös munka? Nagyon sokszor úgy dolgoztunk, hogy összetettünk dalokat, összeénekeltük több szólamban, stúdióban, és ez tulajdonképpen már annyira bejáratódott, hogy szinte, hogyha egymásra nézünk a színpadon, akkor a másiknak a szemvillanásából tudjuk, hogy ő mire gondol. Ezekhez közös koreográfiákat gyártottunk, és persze vannak szólódalok, amit mindenki magának dolgoz ki, de nagyon szeretjük például az úgynevezett medliket, amikor több
világslágerből egy-egy verze, refrén van így összeollózva, és akkor tulajdonképpen 6 percen keresztül csak azt hallja, nézi, hogy ez is de jó dal, ez is de jó dal. Van például egy latin mixünk, amilyen, van egy abba válogatásunk, amilyen, és azt vettük észre, hogy ez így sokkal ütősebb, mint hogyha elejétől végéig elénekelnénk egy dalt. Mi adja a díváknak az egyediségét? Talán az, hogy mi 18 éve tényleg együtt vagyunk, jóban, rosszban, és a rossz az nem azt jelenti, hogy egymással vagyunk rosszban, hanem az életünk során bárkinek rossz volt. Nem volt olyan, de ha esetleg lett volna, akkor mindig ott voltunk egymás mellett, mögött. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy tényleg, hogy a Juci az előbb mondta, hogy egy szemvillanásból tudjuk, vagy egy mozdulatból, hogy a másiknak éppen van valami, ami nem úgy, és azonnal tudjuk, hogy hogyan kell átvenni a terheket. A koronavírus miatti karanténhelyzetet hogyan sikerült átvészelni, és milyen volt újra fellépni? Nehezen sikerült átvészelni, de tartottuk a kapcsolatot, és ahogy lehetőségünk nyílt, akkor azért találkoztunk. Sokat kártoltunk. Skype-on is, igen, így a csapat, az Icon Managementnek a tagjai akkor így éjszakánként, és azért találkozgattunk, amikor már lehetett. Persze, ez nehéz volt, igen, tehát az igazság, hogy az elején szerintem nem is az jutott eszébe egyikünknek sem, hogy úristen, akkor most milyen új sót kéne összerakni, de most egyébként, hogy visszatért az élet, még ha nem is a régi kerékvágásban, azért megint azt gondoljuk, hogy van még bennünk, és szeretnénk végre összeállítani egy új műsort, koncertet.